mostani kísérlettel a növény levelének a színét és a fonákát vizsgáljuk meg. Megnézzük, hogy a színe és a fonáka között milyen különbségeket találunk, ha bőrszövetet szedünk le ugye a növényről. A levelet ilyenkor finoman bevágjuk, és amikor bevágtuk, akkor ráfektetjük az ujjunkra, és lehúzunk egy bőrszöveti nyúzatot. Előtte azonban ide készítünk egy tárgylemezt, és ráteszünk egy vízcseppet. Tehát ahol behasítottuk a levelet, ott megfogjuk csipesszel, és óvatosan lehúzzuk egészen addig, amíg ilyen áttetsző bőrszöveti darabkát le nem tudunk tépni róla. Azt ráhelyezzük a folyadékcseppre, és azért, hogy ne legyen túl vastag a mintánk, ezt a zöld részt innen levágjuk. És eltávolítjuk. Ezt szépen kiegyenesítjük, amennyire csak lehet. Ugye tökéletes nem lesz, de azért minél egyenesebb legyen. És akkor ezt is ugyanúgy lefedjük, ahogy az eddigi szövettani mintáinkat. Fedőlemezt veszünk, lándzsatűvel alá megyünk, és óvatosan kihúzzuk alóla. És amikor a metszetünk készen van, akkor behelyezzük a mikroszkópba, és megkeressük a sejteket. És azt is meg lehet figyelni, hogy a muskátli levelének a fonákának a bőrszövetében növényi szőrök is vannak. Itt van például egy szép növényi szőr, amely illóolajokat tartalmaz, tehát a muskátli a kiválasztott anyagainak egy részét ezekben az úgynevezett mirigy szőrökben tárolja. A levél többi sejtjeit, ha megvizsgáljuk, akkor ugye azt lehet látni, hogy általában ilyen hullámosak a sejtek, és a hullámos sejtek között gázserenyílásokat találunk, mindjárt megkeresünk néhány gázserenyílást. A hullámos sejtek között a gázserenyílások zöld színűek. És ezek a zöld színű sejtek fotoszintetizálnak, itt is lehet látni egyet, itt is. Ezek fotoszintetizálnak, míg a többi bőrszöveti sejt az színtelen. Most behelyeztük a mikroszkóba a muskátli bőrszövetének a mintáját, és ugye a levél fonákán lévő bőrszövetet látjuk, ahol nagyon jól látszik a hullámos sejtforma, szorosan álló bőrszöveti sejtek, és közöttük a zöld színű gázserenyílások. Itt még egy olyan növényi szőrnek a végét látjuk, amely gömbformájú, és hogyha hozzáér valamilyen állat, vagy valamilyen tárgy, akkor letörik a teteje, és kifolyik belőle az illóolaj. Ennek az illatát érezzük, amikor megdörzsöljük a muskátli levelet. Azt is lehet látni, hogy a növényi szőr ebben az esetben három sejtből tevődik össze, és ugye tartalmazza természetesen ezt a kiválasztott anyagot. A gázserenyílások azért zöldek, mert fotoszintézist végeznek. A fotoszintézis az hozzájárul a gázserenyílások működéséhez is.